Újabb korrupciógyanús ügyre derült fény Brüsszelben. Ezúttal a belga rendőrség az Európai Néppárt székházában tartott razziát Manfred Weber néppárti vezető egykori tanácsadójának állítólagos botránya miatt. A hírek szerint az eset komoly frusztrációt okozott az uniós jobb középpárt családon belül. Erzekről is szó lesz a következő percekben. Imre Balázs folytatja Nagy Ervinnál. Jó reggelt kívánok a nézőknek, Szervusz Ferenc, így van. Itt van már velünk a stúdióban a 21. század intézet elemzője, Nagy Ervi. Jó reggelt kívánok önnek is. Jó reggelt, Jó reggelt kívánok. Ugye a Manfred Weber vezeti az Európai Parlament egyik legnagyobb frakcióját, és hát most, ahogy itt hallhattuk a felvezetőben a konkrét ügyet, az ő bizalmasáig vezetnek a szállak ebben a korrupció gyanús ügyben, úgymond. Milyen következményei lehetnek ennek? A politikai következmény az egyértelmű, és szerintem már látszik, a brüsszeli lapok arról írnak, hogy ez nem csak hogy kellemetlen Manfred Weber számára, hanem komolyan veszélyezteti az ő pozícióját is. Mégiscsak hozzá kötődő emberekről van szó. Itt konkrétan a megnevezett CDU-s politikus, aki Türingiában most vezető, 2019-ben az Európai Néppártnak dolgozott, a sajtóhírek szerint, és hát az eddigi nyilatkozatok szerint is ő csinálta a digitális kampányt, legalábbis ő volt ennek a, az egyik vezetője, és nagyon sok pénz áramlott át a kezén, amikor ez a kampány folyt. Éppen ezért itt a rendőrség két dolog miatt nyomoz, az egyik az a korrupció, a másik pedig a megvesztegetés. Na most utóbbi az egy sokkal súlyosabb megítélés alá eső bűncselekmény, gyanú. Mindenképpen el fog érni Manfred Weberhez az ügy, már most arról cikkeznek, és hát nyilván az ellenfelei, hisz az Európai Néppárt nagyon megosztott, már arról beszélnek, hogy Manfred Webernek a, a széke is és hát nyilvánvalóan itt egy morális kérdésről is szó van, hisz Manfred Weber volt az, aki az elmúlt időszakban állandó jelleggel egyrészt a baloldali korrupciót próbálta szapulni, másrészt pedig az egyes tagállamokon kérte az ottani uniós pénzek elköltését. Arra még vissza fogunk majd térni. Ugye említettük, hogy Manfred Béve bizalmasáig vezetnek a, a szállak. Ugye többek között azt is vizsgálják, amire ön is utalt, hogy visszaosztottak-e pénzt neki esetleg itt a, a, a kampányban. Azért is érdekes ügy ez, mert hát egy-egy ilyen korrupciós ügy kapcsán azért mindig felmerül a kérdés, hogy miért pont most, és miért pont így van-e az időzítésnek lényege, hogy most kezd kidomborodni ez az ügy. Sokan azt mondják, hogy ezzel nem csak, ahogy nem említette, a jelenlegi pozíciói inognak meg Manfred Webernek, hanem hát nem lesz esélyes, nagyon úgy néz ki arra, hogy az Európai Bizottságot is vezesse, mert hogy ezt is szerette volna. Ilyen ambíciója már volt 2019-ben is, tehát azért ez egy régi vita az Európai Néppárton belül, és hogyha visszaemlékszünk rá, akkor éppen Orbán Viktor volt az egyik, aki több más akkori európai néppárti képviselővel együtt úgy gondolta, hogy Manfred Weber nem alkalmas erre a pozícióra, már csak azért sem, mert ő volt az, aki igazán balra elvitte ezt a pártot. De a megosztottság ennél sokkal bonyolultabb. Manfred Weber próbált most nyitni George Meloni felé, tehát próbálta bekapcsolni az Európai Néppárt közös munkáját. Aknak nem is tetszik ez. És ez sokaknak nem tetszik, főleg azért nem, mert Giorgio Maluni annak a frakciónak a tagja, aminek a lengyel uh, uh, igazság is uh, uh, Jó. jobb, igen, pártja, tehát ez a Kaczynszki most kormányzó pártja, elnézést kérek, és uh, ugye itt van egy ilyen megosztottság, hogy Lengyelországban az ellenzéki párt, a polgári platform, az viszont uh, részennek a néppártnak. Tehát magyarul egy olyan hálóba keveredett most bele Manfred Weber, ami egyrészt egy politikai megosztottságból ered a másrésztről egy korrupciós botrányjal tüzdelt, részről pedig megpróbálta kitágítani az Európai Néppártnak a, a mostani egyébként egyre szűkülő helyzetét, és úgy tűnik, hogy ez is most meg fog állni, tehát igazából itt több problémával kell, hogy szembenézzen a következő időben. Az időzítésre visszatérve nyilvánvalóan van összefüggés azzal, hogy a Katargét ügy a tavalyi év végén az egyik legsúlyosabb európai parlament történetében leginkább megrázó úgy volt, egy szisztematikus korrupcióról beszélünk, egy rendszer szintű problémáról, és hát itt lehetnek bosszúállások, lehetnek oda-vissza való mutogatások, minden esetre az jól látszik, hogy a két legerősebb frakció, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége, ez a Szociáldemokraták által létrehozott gyűjtőpárt, ebben van benne egyébként a Demokratikus Koalíció, az MSP, a másik pedig az Európai Néppárt, ez az, amiből távozott a Fidesz egyébként, pont az ideológiai viták miatt. Ez a két legnagyobb párt, mind a kettő nagyon komoly korrupciós vádakkal néz szembe, és azért ez meghatározza majd a következő választásokat. Azért is fontos, amit mond, mert egyrészt a, a már említett baloldali korrupciós ügy után, most jött ugye ez az ügy, amely gyakorlatilag so, a sokak szerint balra tolódó jobb közép, és már vele együtt ugye Manfred Weber fémjelezte Európai Néppárt került politikai botrányba, pedig hát ők azok a baloldalak, Arul, akik folyamatosan nagyítóval vizsgálják a korrupciót, meg a jogállamiságot mondjuk Lengyelországban, meg Magyarországon, mennyire hiteles ez így? Valóban igaz az, hogy a néppárt az gyakorlatilag hasonló, vagy közös nevezőn van ebben a kérdésben az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségével, tehát együttműködik a két nagy frakció, a szocialisták és az úgynevezett jobb középpártok, aminek egyébként nem mindenki tagja, tehát az európai jobb oldal ezen túl is létezik, és most helyesen mondom, jog és igazságpártja Lengyelországban is, ami az egyik legerősebb a Fidesz mellett, mindkettő kormányzó pártról van szó, ők egészen más úton járnak politikailag is, éppen ezért valóban azzal kell szembenéznie most ennek az Európai Néppártnak is, hogy miután folyamatosan a korrupciót és a jogállamiságot kérték számon Lengyelországon, illetve a lengyel kormánypárton és Magyarországon is és a magyar kormánypárton is, most korrupciós ügyekbe keveredtek, ennek nyilván vannak következményei, és ennek a következménye politikailag, de lehet, hogy büntető jogi következményei is lesznek, ezt majd meglátjuk. Lépjünk ki egy kicsit általánosabb nézetben ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és rövid időn maradt már csak egy percünk nagyjából. Orbán Viktor miniszterelnök beszélt arról, hogy mondjuk a fontos alapelvek közül a jólét és a béke irányelveitől egyre jobban távolodik az Európai Unió, és teljesen más kezd kialakulni ebben a szövetségi rendszerben. Ön hogy látja, mennyire alakult át értékrend szempontjából az Európai Unió az elmúlt években, és miért csak? ha lehet így mondani, a közép-európai jobboldali kormányok hangsúlyozzák, mondjuk a klasszikus értelemben vett értékrendeket, lást mondjuk egy kereszténység, a többiek miért nem? Az Európai Unióban a politikusokat lecserélték az aktivisták, az államférfiak és nőket pedig a bürokraták. Ez egy elit probléma. Emellett van egy vezetési probléma, az, hogy a bürokraták nem bírják egybe tartani az Európai Uniót, és egyre inkább szeretnének egy Európa Egyesült Államokot, amiben egyébként nem férnek bele ezek a klasszikus jobboldali értékek, amit például Magyarországon vagy Lengyelországban is a kormánypártok képviselnek. Jelenleg azzal nézhet szembe az Európai Unió, hogy a bizalom megingott, tehát az Európai Uniós intézményekbe vetett bizalom az egyre gyengébb. És való igaz az, hogy ebben a helyzetben Közép- és Kelet-Európában lévő jobboldali pártok egészen más jobboldaliságot képviselnek. Mondhatni azt is, hogy azokat a klasszikus jobboldali kereszténydemokrata konzervatív értékeket, amelyek valamikor ennek az Európai Néppártnak a sajátjai voltak, tehát az Európai Néppárt változott meg, hasonult megfelelési kényszerből a baloldalhoz, és ez azért ennek az leginkább az oka, hogy ebben a térségben volt egy rendszerváltoztatás, minden egyes országban megszabadultunk a szovjet rabigától, és ez a rendszerváltoztatás nem arról szólt, hogy legyőztek minket, és a nyugathoz mindenféle kritika nélkül csatlakozni akarunk, hanem arról is, hogy a nemzeti szuverenitásunkat kiharcoltunk, és ehhez pedig ezek a népek ragaszkodnak. Nagy Ervin, köszönjük szépen, hogy itt voltálunk. Köszönöm a meghívást.